Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Ez a két tagadhatatlanul angol srác, aki tagadhatatlanul egy ikerpár, ők vannak ezzel az autóval ezen a nagyon hosszú úton. Londonból mennek Shanghaiba, jövő tavaszra fognak odaérni, 10.000 kilométer. Ahhoz, hogy megértsük azt a szép piros autót ott a túloldalon, először egy kicsit erről kell beszélni. Ez itt egy MGB, vagyis a tradicionális brit roadster maga. Ez az autó a 60-as évek terméke, a fejlesztés amúgy korábban kezdődött, de ha megnézitek az arányait, akkor egy MX-5-öt láttok nagyjából, ami azért van, mert ugye nagyjából az MX-5 is ennek a köpenyegéből bújt elő, habár az konkrétan a Lotus Elánra hasonlít, de a Lotus Elán az pedig hát ugyanez a jármű kategória ugyanarra készült. Egy pici, egy tonnánál könnyebb autó, ebben egy 1.8-as, 90 lóerős négy hengeressel, ami a hátsó kerekeket hajtja. Ha megnézitek, kolos látszik, hogy szinte eléri a hátsó kereket a kezével, hogyha kikönyököl. A klasszikus brit roadster, amúgy, hogyha beírjátok, hogy sportautó, és megnézitek a Wikipedia szócikket, az ezt fogja kiadni, mert hogy ez a klasszikus sportautó. Az MG a 2000-es évek környékén megszűnt, míg nem aztán a Seitz, egy kínai órásvállalat, megvette a márkanevet, és elkezdett elektromos autókat gyártani, amúgy nem is rosszakat. És most már úgy voltak vele, hogy hát ők megalapozták a hírnevüket villanyautóval, úgyhogy most már jöhet valami, amire nem csak közlekedő edényként lehet tekinteni, hanem úgy is, hogy vágysz rá. Ez pedig itt az MG Cyberster. Ha az ember ránéz erre az autóra, akkor azt látja, hogy ennek klasszikus ormotoros roadster aránya van, mert hát klasszikus ormotoros roadster. Klasszikus ormotoros roadster aránya van, megtartották a prémium gepet, ugyanúgy ott ülünk a hátsó tengely közelébe, de nyilván egy elektromos autónál ez már csak design kérdés, hiszen ez is egy gördeszka, egy akkumulátor csomagon ücsöröksz, és van egy villanymotor az első tengelyen, meg egy hátsó tengelyen. Amúgy vannak olyan kivitele is, hogy csak hátulhajt, és nincsenek még elérhető pontos specifikációk, egy 55 és egy 77 kWh környéki akkumulátorcsomagot emlegetnek. A teljesítmény az ilyen 540 lóerő ennek a két motoros kivitelnek, és 2.8 alatt felugrik 100-ra. Na most, én azt gondolom, hogy bármiféle jogfolytonosságot feltételezni a régi MGB és a Cyberster között, az igazából felesleges, tehát kár ezen gondolkodni, apelán ez egy teljesen más cég, egy teljesen más gyártó. Viszont az emberek fejében az MG az így létezik. És ezért egy nagyon-nagyon ügyes marketing húzás, hogy a Seitz ezt a márkát választotta arra, hogy egy ilyen dögös, menő elektromos sportautót ráhúzzon. 1825-1850 kiló környéki súlyt emlegetnek, ami hát, ha azt vesszük, hogy ez egy könnyű kétüléses sportautó, akkor sok. Ha azt vesszük, hogy mennyi mondjuk egy BMW M3 ma, akkor meg nem olyan nagyon sok, sőt igazából, hogyha egy Z4-et nézünk, az is ebben az 1600 kg környéki kategóriában játszik, csak hát abban nincsen 560 elektromos lóerő. Én a dizájnban amúgy egy kicsit belelátom a Jaguar F-Type-ot, a Rolandnak egyből az Aston Martin jutott az eszébe, ami egy dologra utal, nagyon jól sikerült eltalálni a brit néplelket dizájnvonalon. Ollóajtóink vannak, nagyon érdekesek az ollóajtók, természetesen gomnyomásra nyírnak, és itt is van egy szenzor, hogy ne nyisd bele, hogyha még garázsba parkolsz, meg itt is van egy szenzor, hogy ne nyisd rá a falra, hogyha a falhoz közel parkolsz. Igazából egy rendkívül gusztusos tárgy, felismerült mindenkiben a kérdés, hogy miért van az, hogy az európai gyártók kínai piacra szervezett autói okádékul néznek ki, a kínai gyártók európai piacra tervezett autói, azok meg jól néznek ki. És ugye előbb szóba került ez a 2.8-as 0-100, ami hát meglehetősen lesajnálóan hathat egy éppen 1.9-et gyorsuló Model S Plaidből, de azért nem kéri a 4-est az érdi emelkedőn, és hát lehet azt mondani, hogy de jó, hát majd mindjárt kidobja a Tesla a Roadstert. Igen, csak azt a Tesla Roadstert, azt idéstóban most már harmadik vagy negyedik éve várjuk, és nem nagyon tervezik, nem nagyon akar létezni. Ez az autó viszont létezik. Ez itt nem egy prototípus, hanem egy pre-production modell, nevezzük előszériás darabnak,
ami pusztán arra utal, hogy ezt az autót bizony gyártani fogják, és megvehető lesz itt Európában 25-30 millió forint körüli áron, amiért most ez vérlázító lesz, de nem sok. Tehát 540 lóerőt, ilyen dögös kasznival, tető nélkül sehol nem kapsz, és elektromos autó konkrétan ilyen jelenleg másnak nem létezik. Nem tudom, milyen lesz vezetni, nem tudom, hogy milyen az összeszerelési minősége, nem tudom, mennyire zörög menet közben, nem tudok róla semmit. De az biztos, hogy ha most így ránézel, akkor az utolsó dolog, ami eszedbe jut, az, hogy ez egy unalmas tejfölös doboz, mert ez valami lelkesítő, dögös, gyors, és egy kicsit is visszaadja a reményt az autózásba. És nagyon bízom benne, hogy legalább olyan jó lesz, mint ahogy kinéz. Van rajta egy csomó jó kis geg. Nézd meg például a fényszórót. Van neki diffúzora. És nézd meg, hogy ugye itt is a Union Jack-re emlékeztető index, nyilván félbevágva, ami így egyből egy nyilat képez, hogy merre tervez menni az autó. Brembo fék, acéltárcsával. Érdekes kérdés, hogy van-e szüksége többre, mert hát ugye nem könnyű, ellenben rohadt erős, viszont a villanymotorok is tudnak a visszatermeléssel dolgozni. És hogyha benéztek oda, akkor szembeötlő a műszaki igényesség, mert az ott bizony egy könnyűfém felső lengőkar, egy banán alakú könnyűfém csonkálványon. Tehát ez egy kettős kereszt lengőkaros első futómű. Nem alibiztek ezért McPhersonnal, mint egy Volkswagen Golfon, hanem rendes futóművet kapott. És ha belestek ide a hátsó kerék mögé, akkor bizony itt is sok-sok lengőkar van, tárcsafék van. Figyelsz, Volkswagen, nem dobfék. Kész autó, még ennél is alacsonyabb lesz, 3 centivel lejjebb engedik, puhább lesz ezzel együtt, és lesz benne szélterelő. Ember mindig így fásulgat bele abba, hogy mennyire egyformák, mennyire ugyanolyanok az autónk, és hogy ez most végre egy kicsit más. És nekem egy kicsit még tetszik is az, hogy tényleg, hogy hagyományos autódizájnt adtak neki. Ezzel a konkrét autóval most egy angol testvérpár járja a világot, Londonból indultak és Shanghaiba érkeznek, 10.000 km jövő tavaszra érnek oda, Turner testvérek, olyan angolok, hogy az 5 órai teja issza őket, de megengedték, hogy beüljünk az autóba. Mitől nyílik? Most nyílik. Köszönöm. Lehet, hogy nem nyomtam meg eléggé, legyünk jó indulatúak. És hogy csukom be? Ott a gomb középen neked, azzal is be tudod, de alapvetően itt is. Köszönöm szépen! Igen, modern sportautós az élmény, akár egy Aston Martinban, akár egy F-Type Cabrio-ban. Nagyon durván hátra döntötték a szélvédőt, majd hogy nem bejön napfénytetőnek az ember feje fölé. Nyilván a jármű súlya miatt kell egy rendes bukókeret, de biztos vagyok benne, hogy ez is megtartja az ember, megtartja az autó súlyát, hogyha borulás van. Érdekes, hogy nem egy ívelt kijelzővel, vagy egy egydarabos kijelzővel gondolkodnak, hanem van itt egy, tehát 4 darab kijelző van az autóban. Váltót ugyan nem találunk, mert irányváltó kapcsolóink vannak, analóg klímaszabályzók vannak. Nekem nagyon érdekes, hogy villanyautó, de megtartották a tükröket, ugye a hatótáv miatt ezeket gyakran cserélik kamerára. Nagyon tetszik ez a konyak belső. A Lexus LC-hez lehet kérni egy ilyen belső teret, ugyanilyen hasított bőr belsővel. Nagyon kellemes színvilága van, jó az ergonómia. Jó az ülés pozíció. Ami nagyon érdekes, hogy itt hátul semmiféle szélterelőt nem látok. Sem kiemelhetőt, sem rögzíthetőt. Ez még okozhat problémát, mert egy jó szélterelő az sosem rossz egy nyitott autóba. Viszont ami nagyon szimpatikus, hogy ezen az autón látszik a használat. Tehát ezzel tényleg nyomják ezt a 10.000 kilométeres túrát, ilyen nagyjából 350 kilométerenként állnak meg tölteni autópályán, előbb azt mondta az úriember. És ha megnéztek itt, ki van fényesedő, mert emberünk az itt szokott kapaszkodni. Hát, hogy ez most nem egy dísz, ez egy úgynevezett autó, amit használnak. És tényleg ez benne a legmegdöbbentőbb, hogy ide jött egy gyártó, akiről egy éve, másfél éve igazából nem is nagyon hallottunk Magyarországon. Aztán idehoztak egy 540 lóerős, dögös, összkerekes elektromos roadstert, amilyet senki más nem kínál. Ezt én nagyon adom. Igyekeztem távol tartani magam a kínai autóktól egy ideig, mert most ez megint egy tök új szegmens, amit nagyon ki kéne tapasztalni, nagyon meg kéne tanulni. De ez az autó, ez most így megmutatta, hogy van itt akarat, számolnak ők az autózás szerető emberekkel, úgyhogy ebbe is bele kell ásni magam.